Jó napot kívánok! Idén szeptember 19-én mutattam be az Árnyék kormányomat. Mára tehát túl vagyunk az első 3 hónapon, és azért állok most önök előtt, hogy beszámoljak arról, mivel telt ez a 3 hónap. Mit tettünk azért, hogy felkészüljünk a kormányzásra, és mit teszünk azért, hogy ki tudjuk vezetni hazánkat abból a megélhetési válságból, amiben Orbán Viktor sodorta. Engedjék meg, hogy mielőtt rátérnék a részletekre, hadd mondjam el, hogy mit akartunk összességében megmutatni az országnak az Árnyék kormánnyal. Azt, hogy létezik más politikai kultúra, mint az Orbán rendszer. Hogy létezik egy olyan felfogás a világ boldogabb felén, amely szerint a kormány felelős azért, hogy hogyan működik az ország, az oktatástól az egészségügyen át a nyugdíjrendszerig. Hogy egy tisztességes európai és baloldali kormánynak soha nem az a végcélja, hogy megtartsa a hatalmat. És nem ettől lesz sikeres, hanem hogy segítse az embereket, könnyebbé tegye a mindennapjaikat, okosabbá, egészségesebbé, gazdagabbá és sikeresebbé tegye az állampolgárait. Mert a sikeres emberekből lesz sikeres ország és sikeres nemzet. Akik ezáltal persze boldogabbak, elégedettebbek lesznek, és igen, cserébe a nap végén újra bizalmat szavaznak a kormánynak. Azt a gondolatot akartuk megmutatni, hogy nem abban mérik egy kormány teljesítményét, hogy meg tudja-e tartani a hatalmát bármi áron, hanem abban, hogy tud-e kormányozni, és kormányzóképes politikai erőként vezeti az országot. Azt akartuk megmutatni, hogy minden kormánynak ezt jó kormányzással, erős állami szolgáltatásokkal, az emberek megbecsülésével kell elérnie, nem pedig riogatással, ellenségképekkel és gyűlöletkeltéssel. A részleteken túl valójában erről szólt az első 3 hónap. Hogy megmutassuk, hogy felkészültünk, kormányzóképes alternatíva vagyunk, és jobban kormányoznánk Orbán Viktor kormányánál. Hogy megvan a tudásunk, minden képességünk ahhoz, hogy egy élhetőbb, szabadabb, igazságosabb és európai Magyarországot teremtsünk hazánkból. Bízom benne, hogy ezt sokaknak megtudtuk, és ezek után is meg fogjuk tudni mutatni. Mivel egy kormányzóképes politikai közösségnek 3 hónap rengeteg idő, a teljesség igénye nélkül fogom összefoglalni, hogy mi mindent csináltunk eddig. Egészen biztos, hogy rengeteg olyan dolog fog kimaradni belőle, ami egyébként fontos, hiszen az Árnyék kormány munkáját nyomon követve pontosan tudják, hogy szinte minden nap azon dolgoztunk, hogy ez egy jobb és élhetőbb ország legyen. Hogy csak a leglényegesebbeket emeljem ki. Fenyegetés és megalázás helyett mi egyeztettünk a legnagyobb pedagógus szervezetekkel, pedagógusokkal, szülői szervezetekkel, diákokkal a béremelésről és az oktatás rendbetételéről. Sőt, megszerveztük, hogy az Európai Bizottság előtt is elmondhassák, hogy milyen állapotban van magyar oktatás. Egyeztettünk a nyugdíjas szervezetekkel arról, hogy mivel kellene ellensúlyozni az Orbáni inflációt és a rezsiemelést. Bár később a kormány ebből a megoldási javaslatcsomagból dolgozott a 15%-os januári nyugdíjemeléssel, csak a 3 kidolgozott javaslat egyikét hajtotta végre, a másik 2-t nem. Amíg a jegybank elnök és a kormány egymással veszekedtek, mi kidolgoztuk az Orbáni infláció ezáltal az élelmiszerek drágulásának a megállítását és az ehhez szükséges kormányzati intézkedéseket. Tárgyaltunk a gazdákkal az asszálykárok enyhítéséről, és kidolgoztuk az ehhez szükséges kormányzati intézkedéseket. Ugyanígy kidolgoztuk a rezsimoratóriumot, hogy az Orbán kormány elhibázott energiapolitikája ellenére se maradhasson fűtés vagy éppen áram nélkül egyetlen egy család sem Magyarországon. Hogy a rezsi továbbra is megfizethető legyen mindenki számára. Pontosan kiszámoltuk, hogy milyen adócsökkentéssel lehetne 500 forint alá csökkenteni az üzemanyagok literenkénti árát, és természetesen bemutattuk azt is, hogy miből lehetne fedezni ezeket az intézkedéseket. Kidolgoztuk az önkormányzatok és a kisvállalkozások rezsitámogatásának a rendszerét, hogy se önkormányzati, hogy egyetlen egy önkormányzati szociális intézményt ne kelljen bezárni, és hogy a vállalkozások, a nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak ne kelljen tönkre menniük, hogy éppen embereket elbocsájtaniuk. Bár
egy hosszabb távú kormányzati munka, mi megterveztük, hogy hogyan hagyjuk magunk mögött az orosz gázfüggőséget és a rekordmagas rezsiszámlákat, és hogyan növeljük a megújuló energiák arányát a magyar energiamixben. Egyeztettünk az Európai Parlament elnökével a hazánknak járó uniós forrásokról, és kidolgoztuk azokat a lépéseket, amelyekkel akár egy hónap alatt haza lehetne hozni az összes Magyarországnak járó támogatást, azt az 5000 milliárd forintot, amit Orbán Viktor nem kap meg az Európai Uniótól. Meglátogattuk a NATO központját, és megnyugtattuk hazánk szövetségeseit, hogy a magyarok az EU-ban és a NATO-ban képzelik el az ország jövőjét. Csak Orbán Viktor megy ezzel szembe, Putyin gátlástalan kiszolgálásával. Találkoztam Olaf Scholz német kancellárral, hogy számára is egyértelművé tegyem. Mi európai magyarok vagyunk, és ha rajtunk múlik, ott leszünk a jövő Európai Uniójában is. És elindítottuk a rezsimentő alapot, amelyben a DK közösségének és adományainak hálá már a nagyjából 500 család rezsiszámláját fizetjük ki még karácsony előtt. Emellett az árnyék kormány tagjai több tucat sajtótájékoztatót tartottak. Csak nem 100-szor álltak a sajtó rendelkezésére. És persze estig sorolhatnám még az eddigi 5 kormányülés összes szakpolitikai előterjesztését és intézkedési tervét, de az talán most felesleges lenne, hiszen ezekről minden esetben egyenként beszámoltunk az eddig 5 kormányinfon. Amíg tehát az Orbán kormány tehetetlenül, néha jegybankkal veszekedve szemlélte az általa okozott megélhetési válság súlyosbodását, addig az árnyék kormány dolgozott, számolt, találkozott, egyeztetett, megtervezett és kidolgozott. Felkészültünk a kormányzásra. És felkészültünk arra, hogy kivezessük Magyarországot az Orbán okozta válságból. Mára teljesen világos, hogy a jelenlegi kormány erre képtelen. És az árnyék kormány Magyarország egyetlen reménye arra, hogy kiutat találjunk a megélhetési válságból. Minél tovább marad az Orbán kormány, annál nagyobb lesz a baj, és annál nagyobb szükség lesz az árnyék kormány működésére is. Ezért itt vagyunk, és itt maradunk. Folytatjuk a megkezdett munkát 2023-ban is. Tesszük tovább a dolgunk, amíg csak szükséges. Mert meg fogjuk mutatni, hogy nem kell így élnünk, hogy van remény, van kormányzóképes alternatíva, és van kiút a válságból. És ez az európai Magyarország. És most szeretnék minden kollégám és a magam nevében is boldog karácsonyt és új évet kívánni. Jövőre újra találkozunk.